Denis Villeneuve az elmúlt tíz évben a mai élő rendezők egyik legnagyobb bikává nőtte ki magát, olyan alkotásokkal a háta mögött, mint a fogságban, vagy a szikárió. Ráadásul a manapság kifejezetten hanyatló kortárs szkifi művek közül az ő nevéhez fűződik két kiemelkedő darab az érkezés és a szárnyas fejvadász 2049 képében. Épp ezért tűnt remek választásnak Frank Herbert klasszikus regénye a dűne vászonra adaptálásához. Pól az Atreides ház sarja, a herceg fia és egyben a klánja jövője. A birodalmat irányító császára sivatagos Arrakis bolygóra küldi őket, hogy segítsenek a legfőbb nyersanyag a bizonyos fűszer kitermelésében, és tartsák féken az őslakos fremeneket. Póle közben álmokat lát, melyek egy idő után már éber állapotban vízió formájában elevenednek meg, és egy sötét jövőképet festenek. Villeneuvenek nem volt egyszerű dolga, amikor elvállalt, hogy filmre álmodja Herbert regényét. Egy neves rendezőnek ugyanis már beletört a bicskája korábban, nevezetesen David Lynchnek 1984-ben. Az akkori film kifejezetten megosztó lett, de a mérlegnyelve inkább a negatív oldalra húzott. A modern feldolgozás szintén két táborra fogja osztani a nézőket, de más végkicsengéssel szerintem ki is fejtem, hogy miért. A dűne lassú cselekmény vezetésű, régi módi mentalitás szerint készült easy vérig skifi, pont annyi újszerű húzással, amennyire szükség van. Villeneuve nem siet sehova, a két és fél órás játékidő első fele kvázi egy expozíció, mely sokak számára lesz túl kimértés vontatott, holott tömbe van információkkal és ingerekkel. A rendező fantasztikus érzékkel építi fel az itt látható világot, mely él és lélegzik, s mi csak egy szeletkéjében nyerünk betekintést. Arrakis, az Atreides ház vagy az elnyomó Harkonnenek már korábban is léteztek, és a történtek után is fognak. Vilnöv nem akar szájborágos eredet történettel traktálni, helyett egy birodalom működését ábrázolja politikával, árulással, érdekellentétekkel, szövetségekkel. Hőseink egy hatalmas gépezett fogaskerekei, és pusztán ennek a rendszernek a működését nézni is felemelő élmény. Rettenetesen hiányzott már egy olyan skifi, mely képes egy új világot kreálni, és mindezt megtölteni érdekes tartalommal. Pedig ha tüzetesebben megnézzük, a sztori bevett sablonokra épül, és nem tartalmaz túl sok innovációt. Egy aféle messiás sztorit kapunk Paul útkereséséről, az ő kiválasztott státuszának ideologizálásával, majd tényleges manifestálódásával. Apja és főleg édesanyja mentorként terelgetik, hogy képes legyen megtalálni a szerepét ebben a hatalmi harcban, és magában az életben egyaránt. A cselekmény második fele sokkal jobban felpörgeti a tempót, akciódúsabbá, eseménytelibbé válik, én mégis itt éreztem, hogy kisé fárad a film érthető és szükséges lépés ez Bill Növ részéről, számra azonban egy sikúbbá, kommerszebbé vált az élmény. Ez persze nem jelenti azt, hogy ki is vetett magából, ugyanis az elképesztő látvány és Greg Fraser operatőr képei vizuálisan olyat adnak, amit ritkán látni. Manapság nem nehéz szemkápráztató effekteket generálni, de a dűne tényleg kimagasló ezen a fronton, legyen szó Arakis homok dűneiről, vagy a nagyszabású akciójelentekről. A dűne jól láthatóan egy epikus történet első felvonása, így nem érdemes arra számítani, hogy egy komplex lezárt sztorit fogunk kapni. Azt viszont nem lehet rásütni, hogy szimpla felvezetésként szolgál annál sokkal többet ad. Ügyesen lavírozik a commerce és a kemény vonarasz kifi között, de az is biztos, hogy valakinek pont ez a kettősség nem fog elnyerni a tetszését. Az minden esetre tény, hogy Hollywoodnak égető szüksége volt már egy ennyire grandiózus alkotásra, mely külön világként magába szippant, és egyúttal kötelező ezt moziban átélni. Vilnövöt nyugodtan kikiálthatjuk a zsáner új királyának, és reménykedjünk, hogy lesz még alkalmunk visszatérni a homok dűnéire. Mint mondtam, ez a stílus meg fogja osztani az embereket, de nekem elképesztően jó élmény volt elmerülni ebben a világban, és nagyon örülök, hogy elkészült ez a film. Úgyhogy adok rá 80%-ot. Ennyi lettem volna, tetszett a videó, akkor like és iratkozz fel, ha gondolt keres Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, azt a legközelebb találkozunk. Csac!